Immár második alkalommal kerül megrendezésre a családi nap keretén belül a karcagi veterán jármű kiállítás, ahol most közel 115 járművet csodálhattak meg az ide látogatók. 1928-as évjáratú A-Ford, ez amerikai detroiti gyártású, ez a T-modell utódja, ebből is, mint az elődjéből közel 3 millió darabot gyártottak, kimondottan amerikai piacra. Ez a kocsi 2016 környékén került Európába. Előtte ilyen múzeumokban volt, meg ilyen, úgyhogy nem volt kereskedelmi forgalom, vagy tehát rendszáma nem volt a járműnek, hanem csak akkortól lett, úgyhogy éppen ezért csak 7000 mérföld van bele. A zöld felület újra lett fényezve, de ezen kívül teljesen eredeti, bontatlan az autó. Hát több ilyen autóm is van, és ugye vannak nagy álmok, és akkor addig cserélgeti az ember, meg gyűjtöget rá, amíg egyszer csak meg tudja valósítani. Meg ugye ismeretség is kell hozzá, mert ugye jönnek ajánlatok külföldről, hogy van egy lehetőség, és akkor ez egy ilyen visszanemtérő alkalom, és vagy most, vagy soha, de szinte szó szerint így értve. A nagy volt meg hamarabb, ennek örömére megtaláltam a kicsit. Megvan ez már 2 éve egyébként, a nagy is, meg a kicsi is. A nagy volt meg hamarabb, és egy barátomnál volt a kicsi. És én már akkor 2 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy megvalósítom, hogy fölteszem a tetejére. Mert tehát nagy szerencsém volt vele, mert a kicsi ugyanolyan színű volt, mint a nagy. Úgyhogy csak políroznom kellett, mert hát meg persze egy pár dolgot csinálni rajta. És tehát így nagy szerencsém volt vele, hogy ugyanilyen színű volt. Rendbe tettem, és akkor föltettem a tetejére. Ez szinte napi használatban van. Napi használatban van. Gyakorlatilag az autót, tehát 3 hete lett úgymond üzemképessé téve, ugye a 2 év után. Addig a 2 év úgy telt el, hogy igen, nézegettem, simogattam, alig vártam már, hogy mehessek vele, és hát 2 év kellett ahhoz, hogy most már működjön. Az első hosszabb utam vele, az a múlt hét vége volt, egy bakonyi túra, tehát gyakorlatilag közel. Igen, bele a közepébe, olyan, hogy tetszik mondani, tulajdonképpen elmentem vele a múlt hét végén 400 kilométer. Tehát az volt az első, úgymond az első hosszabb utam, tehát az előtti utam 40 kilométer volt. Tehát úgy indultam el vele 2 év után, hogy üzemképesítettem, elmentem 40 kilométerre, mert ott van egy nagyon jó moszkvicsos barátom, aki segített nekem egy kicsikét behangolni a gyújtás, karburátor, stb. Ez egy éjszakában nyúló történet volt. Ő egy 72-es gyártású Ford Capri, 1.3-as V4-es benzines, és már 26 éve van nálam. Évekig használtuk családi autóként, mert nem volt más, de hogy most már van más helyett, így volt, hogy 2 évet állt, tehát mert nem volt rá úgymond szükség. Ugye legutóbb is a tavalyi találkozóra lett leműszakiztatva hirtelen, azóta egy kicsit többet használjuk. Hát annyira hímes tojás, mert ugye nem cukorból van, van festék, hogy olyan van, tehát meg azért vannak már rajta sérülések ugye az évek alatt. Hát a korának megfelelő állapotban, igen. Immár második alkalommal kerül megrendezésre a családi napon keretén belül a karcagi veterán jármű kiállítás, ahol most idén közel 115 járművet csodálhatnak meg az ide kilátogatók. A családi napon keretén belül szerveződött meg ugye az osztályközösségek számára meghirdetett főzőverseny. Idén 10 csapat, 10 osztály jelentkezett erre a versenyre, és ők mérik össze a tudásukat, és öreglebb bencset galabudjit kell készíteniük a mai nap során a 3-tagú zsűri részére, akik majd 12:30 és 12 között várják a beérkezett ételeket, és el fogják dönteni, hogy a mai napon ki a legjobb. A gyermekek számára pedig akadálypályákkal készültünk, 10 helyen teljesíthetnek feladatot az osztályközösségek, és ebben a közreműködő partnerünk idén most a Dériné Kulturális Központban működő Rumi Cup Club. Ők várják nagyon sok szeretettel a gyermekeket egy közös játékra, illetve mellette lévő asztalon egy satszoló játékot állítottak föl az osztályok részére. Itt van velünk a Máltai Szeretett Szolgálat, illetve a Népi Játszótér, aki szintén feladatokkal, óriás társas játékkal, kézműves tevékenységekkel várja a gyerekeket.
Itt van körünkben a rendőrség, illetve a Hungária sátor is felállította a székhelyét, ahol a fenntartatóságra, illetve a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos feladatok várják a gyermekeket. A Vöröskereszt is itt van velünk a mai nap folyamán, a Diák Önkormányzat több feladattal is készült az osztályközösségek részére, illetve a Karcagi Sportegyesület is két szakosztályával, a kosárlabda, illetve a futball szakosztályával képviselteti magát a mai rendezvényem. Aki szeretné megnézni, hogyan kell szabályosan újraéleszteni, az megteheti a mentőállomás dolgozóinak a segítségével. Az EFILEK iroda is sok szeretettel várja a résztvevőket ingyenes szűrővizsgálatokra. Itt vannak velünk az egészségügyi dolgozók is, az EFILEK egészségfejlesztő iroda is kivonult a rendezvényünkre, és nagyon sok szeretettel várja a résztvevőket egy kis szűrővizsgálatra, és fel is hívja a figyelmét a ide kilátogatóknak, hogy ha lehet, akkor vegyék igényben, lehetőségük van, vegyék igénybe az ingyenes szűrővizsgálatot, illetve az általuk tartott bemutatókon részt tudjanak venni. Délután a gyermekeknek szerettünk volna igazán kedvezni, hiszen ez a nap róluk szól, és Kökény Danit várjuk a színpadra, a gyermekek bízom benne legnagyobb örömére, és ő fog egy fél órán keresztül szórakoztatni a gyermekeket. Sokan várják a látványos délutáni autós felvonulást is. Tavaly már hatalmas sikert aratott az ide látogatók körében a veterán jármű felvonulás, és idén is így tervezik a szervezők, hogy délután 3 órakor egymást követően végigvonulnak a városon, és megmutatják mindenki számára, hogy milyen gyönyörű járművek vonultak ma itt föl a mi rendezvényünkhöz kapcsolódóan. Nem csak osztályközösséggel érkeztek, vannak itt kisgyerekesek, nagyszülők is. Ők sem mennek haza éhesen, hiszen lehet vásárolni édességet és sok minden mást. A migala burgyink igazi hagyományos, ám de titkos recept szerint készül, és ezt csak is a szakácsunk tudja, rábíztuk ezt az ügyet, úgyhogy ő teljes szabad kezet kap ebben, és megbízunk benne, és nagyon reméljük, hogy meg fogjuk nyerni majd a jutalmat. Elsősorban lelkesedéssel készültünk, és a szülők nagyon jó partnerek voltak ebben a rendezvénynek az előkészítésében, hiszen lesz szuperhős apukánk, lesz olyan anyukánk, aki banyává változik rövidesen, és már láttam a kellékeket is, nagy izgalommal készültek erre a feladatra, de a terített asztalok mutatják, hogy Ferdinándot is sütöttek, sós süteményeket, és sok-sok mindennel kedveskednek a gyerekeknek.